legmélyebb hódolatom. Némi bűntudatot érzek azok után, hogy megint eltűntem egy hónapra mindenféle szó nélkül, ezért úgy gondoltam, hogy egy minimális kis helyzetjelentés gyanánt, felvázolom nektek azt, hogy per pillanat, hogy is néz ki az életem a kata után. Hát ja, nem vagyok kifejezetten vidám, hogy így alakultak a dolgok, de nem is annyira vészes a helyzet. Ugyanis ha már a katás cuccaimat nem tudom tovább csinálni, úgy gondoltuk, hogy egy ennél sokkal nagyszabásúbb tervbe fogunk belekezdeni, ezért is éreztem szükségesnek, hogy átmenetileg visszavonuljak, és hát ha már nem is költöztem Bécsbe, mint ahogyan azt bekamusztam nektek, hát most muszájból hazaköltöztem, és a saját kis mikroszférámban próbálom tovább csinálni azt, amit eddig. Viszont úgy éreztem, hogy mi alatt még az egyéb fontosabb megbízatásokat végzem, egy kis időt is szánok azokra a cuccaimra, amikre mindig is szerettem volna időt áldozni. Ebből láthatok most egy kis sneak peeket. Hogyha az idő is úgy engedi, több mint valószínűleg láthattok majd kis ízelítőket az új animációimból, meg még azokból a minisorozatokból is, amiket szintén akartam folytatni az idők alatt, csak hát így az események váratlan felgyorsulása miatt nagyon hirtelen abban maradtak ezek a dolgok, de nincsenek ezek sem elfelejtve. Ja, és hát az sem titok, hogy az a fajta videózás, amit már megszoktatok tőlem, emiatt a folyamat miatt szenvedett mostanában csorbát, mert szükséges volt a szünet alatt átgondolnom, hogy ezt most egyáltalán érdemes-e folytatni a jelenlegi körülmények között. De mivel már gondolom, tudjátok rólam, hogy nem tudok sokáig a seggemen maradni, valószínűleg egy pár videóprojektemet újból feléleszteni szándékszom. Mindenesetre, hogyha nem is látok túl sok pozitívumot a közeljövőre vonatkozóan, dacolván a jelenlegi helyzetemmel szeretném továbbra is folytatni azt a fajta videózást és azt a rajzfilmkészítést, amire gyakorlatilag az életemet feltettem. Majdhogy nem. Szóval, ja, most ebből áll ki a szánalmas szaros kísérletem, viszont amint tudok új kontenttel jelentkezni, azonnal jövök. Most pedig engedjétek meg, hogy megragadjam az alkalmat, hogy egy banális elköszönéssel búcsúzzak el tőletek. Kedves mainstream youtuberek, légy szíves, hagyjátok abba a gyerekbalást, mert az egyrészt amúgy sem áll jól nektek, nem legális, és azzal egyáltalán nem lesztek halhatatlanok. Viszont, hogyha mindenáron le akarjátok vezetni ezt az emberi szükségleteiteket, de mondjuk nincs elég pénzetek pszichológusra, talán egy olcsóbbik megoldást tudok javasolni nektek. Plüspóni szex.